Sziasztok, én Lilla vagyok, és köszöntök mindenkit a csatornámon. Arra gondoltam, hogy csinálnék valami evős jellegű videót, ilyen táplálkozással kapcsolatos videót, mert már nagyon-nagyon régen van, nem is emlékszem, hogy mikor csináltam legutóbb. És azt általában szeretni szoktátok az ilyen mit eszek egy héten, vagy mit eszek egy nap videókat. És úgy csinálnám most, hogy a hét során, amiket mondjuk eszek, vagy akár több hét során, akár nem egy hétig fogom ezt a videót felvenni, hanem tovább. Megmutatnám az összes különböző menüt, vagy kaját, amit eszek. És annyi lenne a lényege, hogy ez nem egy mit ettem egy héten videó, szóval, hogy mondjuk valamikor ugyanazt teszem, akkor azt nem mutatom meg kétszer, minden csak egyszer. Remélem ebből nyertek ötleteket, vagy egy kis motivációt, inspirációt az egészséges táplálkozásra. Nem szeretnék teljes full diétát csinálni, úgyhogy egészséges kaják. Gyertek! És remélem, hogy tetszeni fog. A reggelimet ma nem mutatom be, mert először is később jutott eszembe, hogy ezt a videót elkezdem csinálni. Egyébként a szokásos kis proteínes zabomat ettem. A második étkezésem pedig így néz ki. Ez borsós bulgur, 50 g és 100 g csirke. Igen, most aki nézte az étkezési szokásainkról szóló videót, az lehet, hogy kicsit összezavarodik, hogy hús. Nem úgy volt, hogy nem eszek húst. Kicsit visszatértem a húsra az utóbbi pár hétben. Nagyon szeretem. Na mindegy, szóval ez csirke. És ez pedig, ez a sárga, ez sütőtök. Mert anya csinált sütőtököt, és talán van a sütőtökkel. És egy kisebb szeletet így gondoltam, rakok a kajánba, mert miért ne? Nem tudom, biztos amúgy finom lesz így együtt. Következő menühöz értünk. Még az előző bulgur, amiből kb. Nem látszik semmi. Tonhal. És saláta meg uborka. Mai vacsim. Egy tofu, almával és még egy kis szelet sütőtök mellé. Mai második étkezésem sem tér el sokban mondjuk a tegnapitól, vagyis hát így a kombináció más. Tofu, rizs és paprika. Egy full egyszerű tonhal saláta, riomára tonhallal, uborkával, paradicsommal és paprikával. Tojáspástétom egy kis uborkával. A tojáspástétomnak az összetevőit azt hiszem majd ideírom valahova. És igen, igazából sokkal finomabb, mint ahogy kinéz. Másnap vagyunk, és mutatnám ezt a csodakaját. Ez a tegnapi tojáspástétom, és spiritus kenyérem van rajta, ilyen teljes kérlésű paradicsom, és úristen, ez nagyon jól néz ki. No. Ez a tojáspástétom. Isteni. Ezt most anya csinálta meg, mert én tanulok még. De anya egy séf. Komolyan. Tofut csinálok, és én édes savanyú szószt raktam rá, mindjárt megmutatom miért. Ezt a szószt raktam rá, vagyis hát ebbe sütöm meg a tofut. És hát igazából nem tudom, hogy ennek milyenek az összetevői, itt vannak egyébként rajta. Tudom, hogy van benne cukor, és nem tudom, hogy mennyire egészséges, de most úgy voltam vele, hogy szeretnék rárakni, úgyhogy... Ja, meg amúgy ez isteni, ilyennel már ettem tofut, és nagyon-nagyon finom. Így néz ki, lehet, hogy amúgy ez így soknak tűnik, nem tudom, egyébként nem olyan nagy ez a tányér, de ez egy darab tofu, és mindig egy tofut szoktam így egy étkezésre enni, úgyhogy ja, így kicsit többnek tűnik, és paprikát vágtam még mellé. Nézzétek, Szakács Lilla mit művel itt. A Lillával már egyszer ezt a receptet megcsináltuk, de valahogy nem így nézett ki, és ez most tök jól néz ki. Fit Cinnamon Tominak a receptjét csináltam. Leteszem nektek az infoboxba, úgyhogy nézzétek meg. És hát kíváncsi leszek, hogy milyen, úgyhogy most megkóstolom, várjatok. Ahogyan váljam, hogy látszódjam. Jól néz ki. Kicsit kisebb falatot vágok. Gyereke! Mr. Szakács. Egy kis fagyasztott tálfonya is van mellette. Ha mondjuk királkom. Ideg. Raktam még a tetejére májproteines, cukormentes
melyiket be, melyik szirupba raktam? Tejkaramellásba. Nem vagyok dicsérve. Próbáljátok ki. Tökre egészséges. Tojás van benne, sütőpor, fahéj, kakaópor, alma. Egy citrom mag. Bele került. A sámba. Akartam citromot rendelni. Akartam citromot reszelni vele citromhéjjel, de nem tudtam. Nem reszelte le. Nézd meg! Na, szép. Csak megkarcoltam. Szóval, próbáljátok ki. Mutatom a mai vacsimat. Ez tojáslepény, ez három tojásból van, és abból csak az egyiknek van benne a sárgája. Szegény kicsit ott kiukadt. Avokádó van benne. Illetve paradicsomot raktam még mellé avokádót. Ez a kaja kicsit össze-vissza néz ki. Ez olyan tojáslepény, mint tegnap, csak ez most jobban szédesett. És van benne egy halkonzerv, illetve alma van mellette. Lazac, és ez ilyen kínai zöldségmix, amit a Lidl-ről szoktunk venni. Csináltam megint tojáslepény, most kivételesen nagyon jó lett az állaga, mármint hogy így nem esik szét, stabil, megsült mindenhol, nem égett túl, nem, kicsit megpirult itt, de hát az nem baj. És a lényeg, hogy nem sóztam meg, hogy ne legyen sós, mert kis vízzel és protein, ezt fogom mindjárt majd belerakni. Igazából ezt a kettőt mixeltem most össze, a sima csoki ízesítést, illetve ezt a limitált kiadású toffee karamellt, és kíváncsi leszek, hogy milyen. Ez nagyon... Lehet, hogy nem néz ki jól kamerán keresztül, de nekem itt élőben jól néz ki, mert tudom, hogy milyen finom. Ez csökkent a szénhidrát tartalmú teljes kiörlésű tortilla, és bármivel, tényleg bármivel megtölthetitek. Többféle kombinációval is csináltam, csak az eredeti videó, amit ide szerettem volna bevágni, az sajnos elveszett, úgyhogy ezt pont ma ettem. Ebbe tükörtojás volt, tonhal, csirkemell és uborka. Mai vacsim nagyon-nagyon fura. Nem méltó hozzá. Maga a vacsi nem fura, csak hozzám fura. Túrót teszek, és ebben egy icipici görög joghurt van még belekeverve, azzal van összekeverve, illetve paprika, hagyma, és amúgy én nem szeretem a túrót, úgyhogy tényleg történelmi pillanatot élünk most meg. De ja, ez is egy ilyen egészséges ötlet. Most tonhalat teszek rizssel, avokádóval és gombával. Ezek közül inkább a gomba, ami újdonság, amit eddig még nem mutattam. Vörös babot fogok enni, csökkent a szénhidrátuk ennyire. Uborkával, paprikával és paradicsommal. Cukorborsó főzeléket eszek egészséges verzióba. Anya, mi van benne? Cukorborsó, édesítő, rizsliszt, két lapos kanálcsok, só. Meg tej, laktózmentes, tök egészséges. Amit most összeg, ez egy darab tonhal, egy tükörtojás és uborka. És nem tudom eldönteni, hogy ez most így külön legyen, vagy keverjem össze. Mert nem tudom, lehet, hogy ez kicsit undi, de mégis olyan a. Ez a kaja. Ezt képzeljétek el, hogy egyik nap nézegettem vissza a videóimat, a régebbieket, és abban láttam, és abból így inspirálódtunk, hogy ezt újra meg kéne csinálni. Tökre el is felejtettük. Ez nincsenek rá szavak. Anya, mi van benne? Lazac, rizs, brokkoli. Meg tejföl, meg joghurt. Tejföl, meg görög joghurt. És ez ilyen, hát ilyen... Ilyen egyszerűen rakott. Tehát ilyen jó, amilyen rakott cucc, ez ilyen full egészséges, és nagyon jó. Most tonhalat eszek uborkával és párolt zöldséggel, és nem tudom, hogy ezt már mutattam ebbe a videóba, vagy sem ezt a kombót, de ezt nagyon szeretem. Nagyjából ennyi lett volna ez a videó, szerintem biztos, hogy tudnék még csomó minden más ételötletet mutatni nektek, de most ennyire futott a, már így is egy hónapja vettem fel, és már nem akarlak titeket váratni. Hogyha tetszett, akkor mindenképpen jelezzétek akár egy lájkkal, akár egy kommentel, hogyha szeretnétek ebből második részt, mert szívesen csinálok, imádok enni, és imádom csinálni ezeket a videókat. Elég egyszerű számomra ezeket csinálni, de remélem, hogy ezért hasznos volt valakinek.
A videó folyamán voltak olyan ételek, amik szinte ugyanazok voltak, csak más kombinációval. Ezeket nézzétek el, de külön számítottam. Úgyhogy igen, köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Már legtiteket találkozunk legközelebb. Puszi!